2014-ben kötött együttműködési megállapodást az MDS és a megyei önkormányzat azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett szakmai munkát. Az elmúlt diák olimpiai év a tanévhez hasonlóan csonkára sikeredett, a koronavírus járvány nem engedte, hogy a végkifejletig eljussanak a versenyek. A hagyományt folytatva a keddi közgyűlésen két utánpótlásban tevékenykedő edző munkáját ismerték el. Ebben az évben két olyan testnevelő került díjazásra, akikre mi nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk annak a munkának, amelyet ők végeznek. És ez a munka, ez valóban nem egy évre szól. Ez egy különleges év egyébként ebből a szempontból, hiszen a diák sportversenyek azok, vagy rövidített verzióban, vagy egyáltalán nem tudtak megvalósulni. És ezért itt azért erre a két testnevelőre esett a választás, mert itt most nem csak ennek az évnek a munkáját néztük, hanem valóban a lényegében egy életművet, és ennek az eredménye az, hogy őket most díjazzuk, és mint Bakosi Bélára, mint pedig Hankovszkiné Medve Mónikára nagyon büszkék vagyunk, és köszönjük szépen nekik azt a munkát, amelyet a gyerekekért, a diáksportolókért, és ezáltal Szatmár-Beregmegye sportéletéért végeznek. Bakosi Béla hármasugróként olimpiai részvételig és Európa-bajnoki címig jutott, edzőként pedig számtalan egyesületi és diák olimpiai bajnok felkészülését irányította, illetve irányítja. A korosztályos bajnokságokon, ebbe beleért a felnőtt és mindenféle bajnokságon közel 100 bajnoki címet szereztek a tanítványaim, ezen mellett diák olimpiai bajnoki címeket is, sőt csúcstartók vannak, tehát azért mondom, nagyon-nagyon sok gyerek nőtt fel a kezeim alatt. Hankovszkiné Medve Mónika közel másfél évtizede foglalkozik úszókkal, 8 éve pedig a vásárosnaményi fiatalokat igyekszik hozzásegíteni a minél jobb eredmények eléréséhez. Nagyon büszke vagyok, hogy a vásárosnaményi Szilva fürdőből olyan gyerekeket tudtam kinevelni, akik több éven keresztül a megyei és az országos diákolimpián bajnokként kerültek ki. Nagyon büszke vagyok, körülbelül 25-30 gyerekkel dolgozok napi szinten, heti két edzéssel. Örülök nekik, örülök a gyerekeknek, a szülőknek, hogy egy nagyon-nagyon jó csapatnak az edzője lehetek, és megpróbálom olyan körülmények között, hogy nekünk csak 16 méteres medencénk van, a maximálisat kihozni a gyerekekből, még akkor is, hogyha ez nagyon-nagyon nehéz nekünk. A 2020-2021-es diák olimpiai év versenyei már elkezdődtek. Az elmúlt hétvégén Székesfehérváron rendezték meg az atlétika ügyességi és váltó csapatbajnoki országos döntőt, amelyen a Kisvárdai Besenyei Gimnázium 5.-6. korcsoportos fiúcsapata magasugrásban a harmadik helyet szerezte meg.